egymást ölelik még romok alól, mozdul, ami még szép, de hagyj reményt. Talpam alatt, mint a beszakadt jég, minden inok, erre hová jut még, de hagyj reményt. A hátam mögött angyal állt, s elhittük ösztöneink jóslatát, hogy nem múlik soha. Amit képzeltünk, nem volt a soha, de bíztam, ahogy nem szabad. Önklömben őriztem az álmokat, s eltűntek hova. Hú, ne adj reményt, már soha, már soha. Ne hagyj reményt, éle arcomba vág, hasad tükör, így már hasonlít ránk igaz világ. Tépett napok egymást ölelik még romok alól, mozdul, ami volt szép, ne hagyj reményt. A hátunk mögött angyal állt, s elhittük ösztöneink jóslatát, hogy nem múlik soha. Amit képzeltünk, nem volt a soha, de bíztam, ahogy nem szabad. Önklömben őriztem az álmokat, s eltűntek hova. Ha így marad, hát így marad, jeltelen útra csak a kő tapad, s nem derül ki ábrány, se remény, se csoda, erre nem vezet évhideg sora, és nélküled is eljutok oda, hol az leszek, mi én vagyok, s ott érek haza. A színpadon Vastag Tamás! Ez volt a Ne hagyj reményt. Én azt gondolom, hogy nyugodtan reménykedt egyszer egy nagyon-nagyon szép pontszámban. Köszönjük szépen! Lássuk, hogy a zsűrinek mennyire tetszett. Júci. Igen, köszönöm. Én úgy érzem, hogy egy picit nem sikerült összehangolni most a látványt, a dalt, a háttérvetítést. Valahogy az arányaiban egy kicsit eltolódtak. Én nekem nagyon tetszett ez a dal, és, de mégis úgy érzem, hogy egy picit a dal szöveg alárendelted önmagadat is, a hátterek, a látványt és a táncosokat is. A táncosok nem tudtak beépülni a dalba, és a háttérvetítés is, hogy ott is még a szöveget erősítetted, az nekem egy kicsit, mondom, alá volt minden rendelve. És te magad is annyira tiszteletet adott, gondolom, a Dusánnak is, hogy egyáltalán közösen csináltátok ezt a számot, hogy nekem egy picit te alatta maradtál a szövegnek, és nagyon egy picit befeszített téged is ez, hogy ezt nekünk át tud adni. Mi akkor is meghalljuk a szöveget, hogyha te ebben egy picit föllazulsz, és úgy próbálod nekünk átadni. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen az a fajta hozzászólás, ami segíthet majd nektek abban, amennyiben tovább jutok majd, amin érdemes elgondolkodni. Hogy Judit, köszönjük szépen. Misi, neked hogy tetszett? Ő összességében tetszett. Nekem is az volt a problémám, hogy kicsit már-már gicsbe hajlott ez a szöveg megjelenítés. Csúnya szóval élve kicsit ilyen falunapon éreztem magam, mint hogy ilyen nagyon szájbarágos lenne, hogy az ország egyik legjobb szövegírója írta ezt a fantasztikus szöveget. Miért vártál 3 évet? Miért tartottál 3 év szünetet? Ez érdekel engem, és mi késztetett arra, hogy újra nagy
lendületet adott ez a dal, és nagy lendületet adott az, hogy ilyen fantasztikus emberekkel dolgozhattál? Azt hiszem, hogy igen. Aha. Előtte az elmúlt 3 évben úgy nem volt annyi időm se. Meg valahol értem ezt a, hívjuk megfelelési kényszernek, mégiscsak egy ikonnal dolgozhattál együtt. Én azt tudom tanácsolni, hogy jövőben nagyobb hangsúlyt kellene arra fektetni, hogy milyen vizuális élményt okozunk, nem csak a közönségnek, hanem a zsűrinek is akár, ha ez érdekel. Jó, köszönöm. Nagyon köszönöm. Fogunk még erről beszélni. Most nézzük meg, hogy pontokban mit jelent ez. Miki, légy oly kedves, ismerteljét. 7 pont. Köszönöm. Misi? 7 pont. Nagyon köszönöm. Szintén 1 hetes. Luci? Én is 7 pontot adok. Köszönöm szépen. 3. hetes. Haresz? Én is 7 pont. Ez 4 darab 7-es. Ez összesen azt jelenti, hogy 28 pontod van egyelőre, azonban a közönség szavazata még hátra van. Nézzük, hogy mennyivel jutalmazták a Ne Hagyj Reményt. 8 ponttal. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép pontszám a közönségtől. Ez azt jelenti, hogy 36 pont. Én azt gondolom, hogy ez nagyon szép volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Most fáradj a páholyba, hamarosan csatlakozom hozzád én, és gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm.